Hatodik helyen a nagy rivális Ferencváros mögött tele közvetlenül az Újpest labdarúgó csapata, és bizony az egyelőre szép előrelépés a nehéz idők után, így most a nagy kérdés, hogy a kelendő játékosok maradnak-e a liláknál, kik jönnek, és ebből majd milyen tavasz sülhet ki. Kovács Zoltán sportigazgató következik, hát remélem a válaszokra Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! E, ugye a korábbi évekhez képest... <laughs> persze, és ilyenkor a tabella fura dolog, de mindenki előre léptetek, igaz? Nyilván relatív, hogy mennyire szeretnék. Relatív előrelépés és, legyen ez a kifejezés. Ez mindenképpen előrelépés a pozíciót tekintve is, ugye a pontszámokat tekintve is, és de leginkább, ami, amit talán büszkeséggel tölthet el minden Újpest érzelmi szurkolót végre hosszú idő után, vagy akár minket is az az, hogy, hogy ennek a bajnokságnak azért meghatározó, sokkal meghatározóbb szereplője az Újpest. Persze mondhatják azt, hogy a, miért nem a bajnoki címed, de hát azért a, ott, ott még nem tartunk meg, meg, vannak bizonyos fokozatok, amiket amiket sokszor nem lehet átugrani. Ha most ezután, az ősz után leszeretnéd írni a csapatot stílusát, legfőbb jellemzőit, ami megkülönbözteti a többiektől, mm. amiben a legjobb, vagy a legkülönlegesebb, legsajátosabb, akkor, mi, akkor milyen kifejezéseket használnál? Milyen ez az új most? Szervezett, dinamikus, labdabiztos és domináns futballra, a domináns támadó futballra törekszik. Ez, mutat, ez a rugott gólok száma nem feltétlenül tükrözi, de a kialakított helyzetek az a, és, a, és, a, és a mutatott játék viszont feltétlenül. Ugyanakkor még volna egy szó, ez, ez, ez a masszív, ez, ez, biztos, egy érvényes kifejezés látok, nem? Igen, nagyon szép. az a szervezet, azért kezdtem kezdtem uh -huh, meg a szervezet szóval, mert, vagy kifejezéssel, mert ugye a kapott góljaink, Száma is ezt mutatja, hogy, 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 nagyon stabil lábakon állt az együttes. A védelem volt az őszerűsége? Nyilván itt el lehet kezdeni Balajca mm -hmm. a, a védelemig, de, de, mindig tényleg elcsépelt és óriási össze, de mindig tényleg egy csapat védekezik, Ez nálunk igaz volt, és hogyha az újpest játéket valaki figyeli, azért, nagyon, azért hárul egy kicsit szokottnál is nagyon feladat a védőkre, mert eléggé feltolva védekezünk, tehát nem a, nem a kapunkhoz közel mert próbáljuk feltolni, és az elvesztett labdát próbáljuk az ellenfél tér felén már visszaszerezni, ezzel is megkönnyítve a csapat dolgát, de a kapott gólok száma mindenképpen büszkeségre adhatok de az is, hogy az előbb mondtam, hogy a milyen domináns támadó futballt nyújtottunk, nyilván az már egyéni képességek is, hogy már a kidolgozott helyzetekből az adott játékos mennyire tudja kihasználni az adódó lehetőségeket. De a lőtt gólok számából egy Zoli nem lehet elégedett, igaz? Nem, mert senki nem lehet elégedett, mert nagyon kevés ö, gólt roktunk. mégis az, hogy ilyen jó pozícióban vagyunk, ez az, hogy a, hogy a csapat ö, nagyon stabil. Az lenne a nagyon nagy baj, hogyha nagyon kevés helyzetet dolgoznánk, és nem akarnánk támadni, nem akarnánk futballozni, hanem abból élnénk, vagy abból próbálnánk valamit, hogy valami csak az ellenfél hibáira építve a saját kapunk előtt felhúzni a. A, a, falat és a csatárunk is a saját térfélen, az nagy baj lenne, mert, mert arra nem lennének velük a, az emberek, és mm. amit én örömmel konstatáltam, az az, hogy egy picit abban tudtunk, nem abban nagyot elő, előre tudtunk lépni, de jobb volt a hangulat a klub körül, a szurkolók részéről, szurkolók is látták a törekvéseinket, és, 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 érezték azt, hogy, 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 hogy valamit szeretnénk adni, ne, adni, ne, adni, ne, adni, nekik, ők pedig érzékeltették jó néhány mérkőzésen, hogy, hogy ők errevevők, és, és a visszajelzések azt bizonyítják, hogy jó úton járnak. Hát alapdolog a szurkolónak szerintem meg kell értenie, meg meg kell éreznie, hogy a csapata mit játszik, és akkor tudja támogatni. Hát meg a szurkolónak azért, nyilván, meg, a szurkolónak, van meg, pro, pro, tehát meg kell felelni. Igen, köze van hozzá Igen. Na most uh, milyen, uh, ki, kik most a leginkább megvédendő értékek a keretből? Hát most ugye azt mondanám, hogy mennyi ajánlatot kaptunk, akkor hát nagyon ezzel nem kell foglalkozni, mert igazából hivatalos, hivatalos ajánlat gyakorlatilag nem volt. A legkonkrétabb Simon Krisztián esete volt, ahol egy hívhatjuk egy partnerklubunk, ugye a Charlton Athletic tett ajánlatot érte, amit a Krisztián nem fogadott el, ezért őt nem lehet elítélni, nem is tesszük, nem is teheti senki. Valószínűleg, ha én játékos vagyok, lehet, hogy én sem fogadtam volna. De miért? A helyében. Az a futball, biztos ő benne, hogy nem, 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 nem feküdt volna neki. Tehát az ő, ő, ő kabitusához az nem Igen, és, 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 és azt is el lehet, talán azt is el lehet mondani, hogy Krisztián ennél értékesebb játékos, persze mindig annyi az érték, amennyit adnak érte, de mégis összehasonlítva azzal, hogy néhány éve ugye Hoffenheim megvette, vagy meg akarta venni, hiszen aláírt szerződés volt már a, kl a Hoffenheim klub részéről, azzal összehasonlítva az értéket, és Krisztián azóta bár, három-négy évvel idősebb lett, de, de, jobb játékos is lett, és, és stabil válogatott, már meg stabil válogatott játékosnak lehet őt nevezni, akkor pedig egy ígéret volt. Én azt gondolom, hogy nőtt az értéke, és remélem, hogy ez majd meg is mutatkozik egy konkrét ajánlatban. Illetve ha piaci lehetőséget nézzük, akkor még talán Asmi az, aki, aki keresett vagy kurens játékos lehet, de ráérte sem érkezett még ajánlat semmilyen formában. De egyébként őt is szeretnétek megtartani most? Őt szeretnétek megtartani? Ugye mindig nagyon érzékeny dolog az, hogy a klubnak milyenek az anyagi lehetőségei, mik a, mik a, a sport szakmai céljai, és hogyha az egyiket veszük, akkor vegyük az elsővel. Ugye nyilván a tulajdonos azért fektet be, hogy egyszer a pénzét viszont lássa jön az, hogy milyen ajánlatot kapunk, és ha megfelelőt, akkor valószínűleg ha megfelelő, akkor majd a tulajdonos hogy mi az a megfelelő ár. Én arra javaslatot teszek, vagy, hogy el tud, van egy elképzelés, hogy mennyit érhet az adott mm -hmm. játékos, aztán az, hogy milyen az ajánlat. A másik oldalon pedig a sportszakmai célok, hogy én, mint, mint, az újpest sportigazgatója, azt mondom valószínűleg harmóniában az edzővel, hogy legyen egy jó erős újpest. És itt, hát abban viszont neked kell. El. Ahhoz nekem szükségem van minél több jó játékosra, de pénzből élünk és pénzből gazdálkodunk. Na most a Düsseldorf csoportba tartozása jelek szerint, ahogy erre az előbb utaltál, azzal is jár, hogy, hogy a csártónak van egyfajta elsőbsége, tehát hogyha valakinek megy a játék, akkor mehet oda, hogyha ott nem kell, akkor jöhet Újpestre? Van ilyen? Lehetne ilyen. Én nekem az a tapasztalatom, hogy az, aki valódi erősítést jelenthetne nekünk, komoly erősítés, komoly szakmai előrelépést, az, az, az a játékos vagy nem engedi a klub, vagy nem akar jönni. Volt ilyen is, hogy nem hmm. is akart, mert azt mondta, hogy Magyarországra nem jövök futballozni. Fordítva nyilván egy standardis vagy athletic egy magyar játékosnak, vagy egy Újpestben futbalozó futballozó játékosnak, adott esetben természetesen lehet, lehet előrelépés szakmailag. De csak adott esetben mutatja, Simon Krisztián esete is nem feltétlenül. De itt jön az, hogy milyen ajánlatot kap, ez természetesen, tehát a játékos is megnézi, hogy mennyi pénzt keres. Egy standard leasenél, vagy egy csatornáknéknél hát jó van, nyilván nagyobb, komolyabb nagyságrendekről beszélünk fizetésben is. De ez mindig a játékos és az ügynöke felelőssége, hogy ebbe meg tudnak állapodni, ebbe a klub nem szólhat bele. Na most itt a tulajdonos pénzügyi és egyébként teljesen természetes szempontjai mellett neked mennyire van szabad kezed az elengedés, hát az igazolásban mondjuk így, tehát hozni-vinni, hozni-elengedni? Hát egyelőre úgy állunk, hogy javaslatételi lehetőségem van, teljesen, én akkor hazudnék, és azt nem szoktam, hogy, hogy azt mondom, hogy teljes szabad kezem van. Uh -huh. Vágyom rá, álmodozom róla, remélem, hogy egyszer ilyen is lesz, de, de ettől függetlenül a, a, a munka megy. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen kompromisszumot kell kötni. Nekem egyértelmű az a cél, hogy lehetőleg legjobb és legerősebb Újpest, hogy az Újpest újra, újra még dominánsabb szereplője legyen, és végre tényleg beszélhessünk olyan komoly célokról, mint hogy bajnoki cím vagy nemzetközi kupa szereplés, de ehhez nyilván ugye be kell fektetni. Ha feltesszük, hogy a keret az eddigi távozókon kívül így együtt marad, akkor egyébként hol szeretnél leginkább tavaszra erősíteni? Milyen van egy helyen? jó erős csapatunk, és van mondjuk, tehát van egy 13-as, 14-es keretünk, akivel komoly célokért lehet menni, de komoly célért 13-14 játékosan nem, nem, lehet menni, mert, mert az edzőszer nem tud rotálni. A Magyar Kupában még ben, ben vagyunk, ugye a bajnokságban is jól állunk. A, a bajnosság bajnokság végén, az összezon végén lehetett érezni, hogy mit jelent az, amikor 12-13 játékos szerepel egy csapat, és akkor még Liga Kupa is volt, hogy ez elkerülhetetlen, hogy, hogy, még ebben a magyar futballban is azért, azért igenis szükség van egyfajta rotációra, ezt a előttünk járó együttes, együttesek, bármelyiket itt sorolhatnám, akik előttünk állnak a tabellán, lehet, hogy csak azért állnak előttünk, mert sokkal bővebb kerettel dolgozhatnak. Hát az a válasz az egy, akkor egyébként, ha lenne lehetőség, akkor még még A válasz a konkrét válasz, ezt sim el is mondom, hogy két-három két, játékosra mindenképpen szükség uh -huh. van, de úgy, hogy ezek a játékosok azonnali erősítést jelentsenek. Uh -huh. e, hogyan készültek a tavasz? Hát ugye részén törökösen. Igen, Törökországba megyünk, a felkészülés másik időszakát meg itthon töltjük el. Ha ilyen időjárás van, akkor még a füves pályán is tud edzeni a csapat az étkezést azt tudjuk biztosítani, de nyilván Törökországban, ami a legnagyobb hozadék a Törökországnak, ha itt igazi tél van Magyarországon, ott természetesen az időjárás, és az, hogy nagyon erős csapatokkal fogunk tudni játszani. Ö, tudsz már mondani olyan nagyon erős csapatot, amelyik tuti? Mint ellenfél? Szerb első osztályú, norvég első osztályú, japán első osztályú csapat, és cseh első osztályú csapattal játszunk, úgyhogy ellen mindenképpen például mm -hmm. nagyon, jól, nagyon jól cseng az ellenfelek sorában, de itt a legfontosabb az, hogy, hogy ilyen csapatokkal Magyarországon télen, a téli időszakban nem nagyon tudnánk játszani, ez mindenképpen a, a felkészülésünk minőségét javítja. Jó, sejtem, ha végén hadd kérdezem, hogy a tavaszi célkitűzést azt meg lehet úgy fogalmazni, hogy javítani a bajnoki helyezésem, megverni a fradit, megnyerni, a, megvédeni a kupát. <laughs> hát ez így, ez így nagyon jó hangzik. Én nem merek különbséget tenni sorozat és sorozat között, mert adott szerencsés esetben a futballunk érdeke, hogy az Újpest az mindvégig ott legyen minden címér versenyben a lehető, lehető legtovább. Hát a Fradi elleni győzelem pedig az a az, az, az muszáj a, 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 a szurkolói miatt is, de a játékosok lelki világának is, hiszen az, az komoly holtpontokon át tud segíteni egy csapat, csapatot, amikor egy, egy, egy sikeres derbivel fut neki a hátralévő mér, mérkőzéseknek. Hát Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor jó munkát nektek tavaszra, köszönöm. Köszönjük szépen.